Jó napot kívánok, kedves gyerekek! Az én nevem Recsó Galusz Anna, Péter évéről jöttem, a Samu Mihály Általános Iskolából, és ma én tartom nektek a magyar órát a negyedik osztályban. A múlt órákon megtanultátok a mondatok fő részeit, és ma egy kicsit ezt fogjuk tovább bővíteni, mégpedig úgy kezdjük, hogy átismételjük ezt, amit a múlt órákon tanultatok. Tehát, mik is a mondat fő részei? A mondat fő részei az alany, amelyet egy aláhúzással jelölünk, és az állítmány, amelyet két aláhúzással, és a kettő együtt adja ugye a mondatot. Most ez egy kicsit lehet, hogy nagyon elvontnak tűnik, de hogyha egy konkrét mondatot vizsgálunk, például azt a mondatot, hogy Peti olvas, és rákérdezünk, hogy mit állítunk, olvas. Kétszer húztuk alá, tehát ez a mondat állítmánya, illetve ki olvas? Peti. Egyszer húztuk alá, ez a mondatban az alany. A mondatok fajtáiról is tanultatok, mégpedig három fajtája van a mondatoknak, szerkezetük szerint. Tőmondatokról beszélünk akkor, hogyha van benne alany és állítmány. Például Peti olvas. Ezelőtt vizsgáltuk, ugye, hogy mit állítunk. Olvas. Ki olvas? Peti. Vannak hiányos mondatok is, amikor vagy alany, vagy állítmány van a mondatban, mert hát léteznek egyszavas mondataink is. Ha valaki megkérdezi, hogy mit csinál Peti, ha lusták vagyunk, akkor ugye csak egy szóval válaszolunk, hogy olvas. És ezek szerint ebben a mondatban csak állítmány van, tehát ezért hiányos mondat. És vannak bővített mondataink is, amikor az alany és az állítmány mellett még valamilyen bővítmény is jelentkezik. Például az a mondat, hogy Peti hangosan olvas, ugye mit állítunk? Olvas, ki olvas? Peti. Tehát az alany és az állítmány között még egy harmadik szó is megjelent, a hangosan. Hát ez egy bővítmény, ezért mondtuk ezeket a mondatokat bővített mondatoknak. Ha ezt ilyen szépen és gyorsan átismételtük, akkor ma a leggyakoribb bővítményről, a tárgyról fogunk tanulni. Azt ajánlom, hogy készítsétek elő a füzeteteket, ceruzát, és írjátok föl címnek, hogy a tárgy. Nem kell az egész hosszú címet, hogy a mondat bővítménye a tárgy, elég lesz csak annyit, hogy a tárgy. És akkor a cím alatt hagyjatok ki egy sort, és írjuk a következő mondatot. Peti ollót keres. Írd le, és vizsgáljuk együtt. Mit állítunk? Keres. Kétszer húzom alá, mert ez a mondat állítmánya. Ki keres? Peti. Egyszer húzom alá. És van egy szó, amire, ha az értelmét nézem, ugye úgy kérdeznék, hogy mit keres? Ollót.
Most egyelőre húzzuk alá szaggatott vonallal, aztán majd elmondom, hogy miért. Ha megvan, akkor írjunk egy második mondatot is. Apa fát vág. Mit állítunk? Hogy vág. Kétszer húztam alá, tehát ez a mondatban az állítmány. Ki vág? Apa. Egyszer húzom alá, ez a mondat alanya. És erre a harmadik szóra úgy kérdeznék, hogy mit vág? Fát. Szaggatott vonallal húzzuk alá. És írjunk még egy mondatot, rövid mondatokat válogattam, épp azért, hogy ne legyen túl sok. Anya ebédet főz. Ha ezt is megvizsgáljuk közösen, ugye, mit állítunk? Főz. Kétszer húzzuk alá. Ez az állítmány. Ki főz? Anya. Egyszer húzzuk alá, ugye? Ez az alany. És mit főz? Ebédet. Szaggatott vonallal húzzuk alá. Mind a három esetben hasonlóan kérdeztem, hogy mit. Ugyanis azokat a bővítményeket, amelyek a kit, mit, kiket, miket kérdésre válaszolnak, tárgynak nevezzük. És a jele a szaggatott vonal, tehát szaggatott vonallal húzzuk alá ezeket a mondatrészeket. Most megvizsgáljuk ezeket a szavakat, amelyek tárgyként szerepeltek. Volt ugye az, hogy olló. Arra a kérdésre, hogy mit, egy T betűt tettünk hozzá, vagy T hangot, és mit, ollót. Ezt mindenféle külön akadály nélkül meg tudtam csinálni, semmi nem változott. Olló volt, kapott egy T végződést. A fa szónál már egy kicsit más a helyzet, mert amikor azt kérdezem, hogy mit, akkor a T végződést úgy tudtam hozzátenni, hogy az A meghosszabbodott, vagyis á lett belőle, tehát fát. Úgy tettem hozzá a T végződést, hogy közben egy kis változás, magánhangzó hosszabbodás következett be. És a harmadik szónál az ebéd, úgy tettem hozzá a T végződést, hogy közbe kellett ékelnem még egy magánhangzót, ezt az E-t, amit itt lilával átírtam, hogy ki tudjam mondani, ugye, ebédet. Ez az ejtés könnyítő, kötő hangzó. Tehát egy picit megváltozott a szó. Bármelyik esetben mindig a T hangot tettük hozzá a szóhoz a mit kérdésre, vagyis azt mondhatjuk, hogy a tárgy ragja, vagyis a végződése, az egy T. De a mondatokat le lehet rajzolni is, szerkezetüket. Például már ezt az ismert mondatot, hogy Peti ollót keres, próbáljuk meg lerajzolni. Ugye? Előbb megint rákérdezünk, hogy mit állítunk. Keres, ez az állítmány. Ki keres? Peti, ez az alany. És mit keres? Ollót,
most már tudjuk, ugye, hogy ennek a bővítménynek tárgya neve. Hogyan lehetne ezt lerajzolni? Tehát van egy mondatunk, amely, mint a fa, két ágból áll. Ez esetben ugye van benne egy állítmányunk, mit állítunk? Keres. Ez az állítmányág. És ki keres? Peti. Tehát van egy alanyágunk. És az ollót a tárgy vajon hova kapcsolódik? Az alany vagy az állítmány ágát fogja tovább növeszteni. A kérdést, ha megfigyeljük, a kérdés mit keres? Magában a kérdésben benne van az állítmány. Ugye az volt az állítmány, hogy keres. Ez egy kicsit megsúgja nekünk azt, hogy bizony a tárgy most az állítmány bővítménye, tehát ide az állítmány ághoz fogjuk az oldalágat rajzolni, vagyis mit keres? Ollót, és tehát az állítmánynak van egy oldalága, a tárgy. Valahogy így lehetett volna ezt a mondatot lerajzolni. Hát eddig volt a füzetben a munka. Most vegyétek elő a szó és mondat nyelvtan munkalapokat, és ebben is nagyon szépen benne van ugye az eddigi, amit átismételtünk, és a tárgyról is vannak érdekes feladatok, mégpedig a 85. és a 86. oldalon fogunk dolgozni a nyelvtan munkalapokban. Én lefényképeztem nektek itt az első feladatot, picit itt homályos a széle, de azért, ha a könyvből nézitek, akkor ti jobban látjátok. Az utasítás úgy szól, hogy olvasd el figyelmesen a vers részletet, majd a szokásos módon jelöld a mondat fő részeit. A vers részlet pedig Vörös Sándor egyik verséből az egyik versszak. Édesbogyót, csorgóhúsú gyümölcsöt, sok tarka játékot, örömet szemnek, kéznek tapasztaló összesimulást, mosolygó csókot holnapra is hagyjatok, gyerekek. Mondat fő részeit kellene kikeresnünk, ugye az állítmányt és az alanyt. Az állítmánnyal kezdjük. Mit állítunk? Hagyjatok. Kétszer húzzuk alá. Kik hagyjatok? Gyerekek. Megvannak a mondat fő részei. A második feladat mindjárt ehhez kapcsolódik, és azt mondja, hogy szaggatott vonallal most húzd alá a mit kérdésre felelő bővítményeket. Mi már tudjuk, ugye, hogy ezek a tárgy, a mit kérdés a tárgyhoz kapcsolódik, tehát a tárgyakat kell kikeresni, és majd itt erre vonalra le is kell másolnod őket, most mi csak kikeressük őket. Tehát mit hagyjatok? Bogyót. Mit hagyjatok? Gyümölcsöt. Mit hagyjatok? Játékot. Mit hagyjatok? Örömet. Mit hagyjatok? Összesimulást. Mit hagyjatok? Csókot. Hát, itt, ha gyorsan megnézzük, akkor 6 tárgy is volt ebben a versben. Majd később leírod őket itt erre a vonalra, a kettes feladatnál, vagy akik gyorsabban írnak, ugye esetleg most is meg tudják tenni. A 3-as feladatnál van egy táblázat, ugyanis a tárgy ragját, a T-t, sokszor összekeverjük az igéknél tanult, az igék kapcsán tanult múlt időjelével. Ugye ott is T betűk voltak az igék végén.
Hát most vizsgáljuk meg először is a tárgyragját, magánhangzó után fát, szó, a magánhangzó az az A, mi kapcsolódik hozzá? Hát egy T. Mással hangzó után asztalt, mit asztalt? Ugye itt a mással hangzó a L, mással hangzó után is simán csak egy T-t tettünk hozzá, mit asztalt. Míg az igéknél, ugye, mit csinált, futott, magánhangzó után, az O után két T-t raktunk. Mit csinált, kért, tehát az igénél, a mással hangzó után, a múltidőjele egy T. És ehhez tartozik még egy plusz feladat is, hogy karikázzuk be a tárgyragját pirossal, a múltidőjelét pedig kékkel. Hát nyilván a tárgyragját, ugye, amit ma tanultunk, azokat kell pirossal bekarikázni. Ugye mit? Fát. Ott próbáljuk a T végződést bekarikázni pirossal, illetve mit? Asztalt. Pirossal bekarikáztuk. A múltidőjelét az igéknél pedig kékkel karikázzuk. Mit csinált? Futott. A két T-t karikázzuk kékkel. És mit csinált? Kért. Egy T-vel. Vagy egy T-t karikázzunk be kékkel. És elhoztam még nektek a hetedik feladatot. Mivel, hogy itt szintén rajzolni kell a mondatot, mégpedig a hosszabb mondatot választottam, csatornarendszerünk behálózza a vajdaságot. Ez a mondat. Ugye ki kell keresni a mondat fő részeit és a tárgyat. Csatornarendszerünk behálózza a vajdaságot. Mit állítunk? Hogy behálózza, kétszer húzzuk alá. Mi hálózza be? Csatorna rendszerünk. Egyszer húzzuk alá, tehát ez az alany. És mit hálóz be? Vajdaságot. Szaggatottal húzzuk alá, tehát ez a tárgy. Hogyan rajzolnánk le? Tehát van a mondat. És visszaemlékezünk, hogy hogy is kezdtük, mit állítunk, hogy behálózza. Ez a mondatban az állítmány, tehát a mondat egyik ága az állítmány lesz. Mi hálózza be? Csatorna rendszerünk. Egyszer húztuk alá, ez a mondat alanya, a másik ágon, tehát az alany helyezkedik el, és mit hálóz be? Megint ugye a kérdés elárulja, a kérdés megsúgja, hogy melyik mondatrészhez tartozik a tárgy, mert a behálóz szó itt megtalálható, és az valójában az állítmány. Tehát az állítmány segítségével kérdezünk rá, mit hálóz be? Vajdaságot. Ez azt jelenti, ugye, hogy az állítmány ágát bővíti ez a tárgy. Én szeretnék nektek házi feladatot is adni, mégpedig a 86. oldalon, az 5. feladatban a szövegben kihagyták a T betűket, ezeket pótold majd. Tehát vagy tárgyrakként kell ezeket a T-betűket, vagy a múltidejű igék is vannak itt a szövegben elbújtatva, úgyhogy majd vigyázz, hogy egy T vagy két T lesz a szavak végén.
És a hetedik feladatnál, itt ez a rajzos feladatnál maradt még egy mondat, amit majd le kell rajzolnod. Ezt a két feladatot csináljátok majd meg, házi feladatként. Köszönöm a figyelmet, jó munkát, később pedig kellemes pihenést kívánok.